Ha már szilveszter és két ilyen igazán állatbarát műsorvezető ül itt a kanapén, akkor kezdjük a négy lábú kedvenceink megóvásával és ennek szakértőjével, Vidra Bettivel, és hát ezzel a cuki kis tünemény kislányjal, Szedi. Szia, üdvözlöm benneteket a stúdióban. Sziasztok. Első kérdésünk leginkább ahhoz kapcsolódik, ugye, hogy érkezik a szilveszter a nyakunkon a durrogtatás időszaka. Melyek azok az óvintézkedések, amiket ilyenkor egy gazdinak, egy felelős gazdinak feltétlenül meg kell tennie, különös tekintettel akkor, hogyha a kutyája köztudottan ijedős? Több ötletünk is van. Az első és legfontosabb, hogy minden felelős gazdának valószínű csippel jelölt már az állata, és ezt mindenképpen menjünk el az állatorvoshoz, ellenőriztessük, hogy a regisztrációs adatbázisban fellelhető-e a pontos címtelefonszám, ugyanis mi állatmentők ez alapján juttatjuk haza az elveszett kedvenceket. Ez a legelső és legfontosabb. Szilveszter idejére szoktuk ajánlani, hogy a kutyákat lássák el extrán bilétával, nyakörvel, illetve a nyakörben még bele lehet alkoholos filccel írni a tulajdonosnak a telefonszámát, mert nem mindenki rendelkezik csipleolvasóval, illetve hogyha magánszemélyek találják meg az állatot, és nem tudják hirtelen hova vinni, leolvastatni, hogy van-e benne azonosító, akkor is haza tudják hamar juttatni, hogy felhívják a telefonszámot. Egyéb tanácsaink, ami szilveszter idejére még beszokott válni. Vannak bizonyos természetes alapú nyugtatók, amit az állatorvosi rendelőkben lehet majd utána járni, megkérdezni, és az állatorvosok biztos szívesen adnak felvilágosítást erről. Ez mindenképp érdemes a szilveszter napjára igénybe venni, mert a legtöbb állat fél a hangos, erős durogásoktól, a tűzijátékoktól, illetve mindenképpen próbáljuk meg valahova bezárni őket szilveszter idejére. Rengeteg kutya tűnik el, rengeteg kutyát találunk, és rengeteg kutya nem jut soha többé haza. De azért én rögtön javítanék is a statisztikán. Nekem van egy kutyám, ezt mind a ketten ismeritek, Mázinak hívják, és a kedves nézők is láthatták már. Ő abszolút nem fél a tűzijátéktól, petárdától, tehát ő olyan békésen végig alussza a szilvesztert, hogy öröm ránézni. Ez egy nagyon jó tulajdonság. Van sajnos rossz tapasztalatunk ilyen kutyával kapcsolatban, aki ahogy öregedett, idősödött, egyszer csak megváltozott a hozzáállása a hangos durrogtatáshoz, és sajnos megszökött. Szoktuk ajánlani azt is, hogy esetleg évközben lehet ilyen zajtesztel, ezt trénerek, illetve kutyakiképzők tudják ennek a módszernek a folyamatát, hogy fokozatosan hozzá lehet a zajterheléshez szokatni decemberig a kutyát, illetve hogyha elmegyünk otthonra, akkor meg lehet próbálni, hogy a tévét, rádiót esetleg bekapcsolva hagyjuk olyan hangokat, amihez hozzá vannak az állatok szokva, de mindenképpen ajánljuk azt, hogy olyan helyre vagy szoba ketrezbe bezárni, hogy ne romboljon, vagy pedig olyan helyre elzárni a kutyáinkat, még ha szabadon is vannak tartva, ahol biztonságban tudhatjuk, ha elmegyünk otthonról. Nagyon fontos, mert nagyon sok munkánk van a szilveszter éjszaka, és a szilveszter utáni 5 nap, ami extrém. Tehát akkor rengeteg kutya kerül elő, mert elbújnak ugye a szilveszter éjszaka általában, tehát nem mindenki veszi észre. Mire hazamegy elsőjén, másodikán, akkor szembesülnek vele, hogy a kedvence eltűnt otthonról, és a legtöbb bejelentésünk egyébként szilveszter másod és harmadnapján érkezik. Tehát igen, amikor, január ugye, eleje. Amikor hazaérkezünk, vagy legtöbb esetben is, akkor és nagyon sok kutyát ér baleset. Hát nyilván, Vitka, azért neked is van sok kutya otthon, ők hogyan viselik a szilvesztert? Nekem 4 kutyusom van, ebből 3 mentett, és alapvetően a durogásra ők sem reagálnak, tehát nem zavarja őket, viszont a legidősebb kutyusomnál, aki Sacper kb. Most 15 éves lehet, körülbelül 2-3 éve vettük észre, hogy őt nyáron a mennydörgés. Eddig nem reagált rá, és ahogy öregszik és tompulnak a reflexei, most már kezd félni tőle, úgyhogy amikor látjuk, hogy zivatar érkezik, akkor futás kilakiért az udvarra és be a házba. Ezért fontos erre odafigyelni. Nyugtatót lehet adni a kutyának? Lehet. Komolyan? Így van. Mi a természetes alapokat szoktuk ajánlani, amit a humán vonalon is, az embereknek is, általában természetgyógyászati készítmények. Vannak állatorvosi készítmények is, ami már természetes alapú, és ezt általában az állatorvosok. És hogyha nem akarunk elmenni a gyógyszerek vonalába, azért látom, hogy te is itt folyamatosan gyömözkölöd ezt a kis jószágot. Legjobb, ha otthon maradunk velük, igen. Ez a legbiztosabb. De ilyen kutyamasszázssal, vagy beszélgetéssel, vagy valamivel lehet ezt tompítani, ezt az ijegységet? Vannak terápiák, egyébként rossz módszer az, hogy az állatot elkezdjük simogatni, amikor ideges lesz, és nyugtatgat. Tehát azt gondoljuk, hogy jót teszünk vele, valójában megrögzítjük benne a félelmi reakciókat, tehát nem, az nem a legjobb módszer, a semleges viselkedés szokott általában célra vezető lenni, hogyha otthon maradunk az állattal.
de akkor is érdemes egy picit szedálni azokat a kutyákat, akik extrém módon hajlamosak a rettegésre, a jegységre, mert az egész éjszaka úgy fog eltelni, hogy lapított fülel a sarokban vonyítva, gyűszítve, rettegve, farkát, fülét behúzva fogjuk nézni a szélhezett éjszakán a kutyánkat, ahogy szűköl, és próbál megszabadulni a félelemtől. Amit még el tudnék mondani egyébként, hogy mindenképpen próbáljuk meg megnézni, hogy minden be legyen zárva, hogyha van olyan hangszigetelt, vagy olyan helye a háznak, hogy inkább ott töltse az éjszakát a kutya, macska, tehát ez nem csak a kutyákra vonatkozik ez természetesen. És amit még tudok ajánlani, hogyha végül is megtörténik a baj, akkor nagyon fontos, minél előbb, minél gyorsabban, nagyon pontos bejelentéseket szeretném, hogy érkezzenek, mert nagyon sokan elfelejtik elküldeni a telefonszámukat, nagyon sokan elfelejtik elküldeni azt, hogy melyik településről veszett el az állat. Hogyha bejelentés is jön, akkor egy fénykép legyen a kutyáról. Hogyha valakinek nincs fotója a kutyájáról, vagy állatairól, akkor érdemes szilveszter előtt készíteni egyet róla, hogyha véletlenül eltűnne, akkor tudjuk. Mert nagyon sokan úgy keresik az állataikat, hogy nem tudnak róla fényképet küldeni. És nekünk nagyon fontos a beazonosításhoz. És a chip. Az időnk az már csak egy minimális, csak egy mondatban, hogy mit tegyünk, hogyha a másik oldalon vagyunk, hogy nem a mi kutyánk tűnt el, hanem szilveszter utolsó napjaiban, január elején kóborkutyát látunk. Ha valaki kutyát talál szilveszter éjszaka, vagy szilvesztert követő napokban, nyilván nagyon nagy a valószínűség, hogy gazdás kutyát talál meg ebben az időszakban. Mindenféleképpen a környékbeli állatvédő szervezeteket értesíteni kell, ugyanezzel a bejelentés menettel, hogy fényképezze le azonnal az állatot, vagy készítsen róla egy videót, és a pontos helyszín megjelölésével, hogy hol található, mert be kell sorakoztatnunk a bejelentéseket, illetve sürgősségi sorrend is van. És megpróbálunk, valószínűleg minden állatvédő szervezet megteszi a legtöbbet, kimegy a helyszínre csipet olvasni, és megpróbáljuk megtalálni a gazdát. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek.